Ennyire cukik, hogy szorongatjátok már a kristályokat. Ebből fogok aludni. Na mi az, amit számotokra az egészség jelent, hogyha meg kéne fogalmazni? Tökéletes egyensúly az az egészség. Ezt mindenféleképpen nehéz megtartani, és folyamatosan kell azon dolgozni, hogy a lelkem is, és a fizikai síkon is nagyon jól legyek, úgyhogy mindent megteszek érte, de ez egy folyamatos munka. De vajon ez sikerül? Hogy ez elérhető állapot? Abban egyetértek Évivel, hogy ez nem egy készen kapott valami. Tehát ugye persze nyilván, amikor megszületünk, akkor alapvetően én abban hiszek, és azt látom, hogy azért egy kisbaba nálunk hál' Istennek jóval nagyobb bölcsességgel születik, és utána az idővel bontakozik ki benne a társadalom hozadékaként egy csomó minden, amit utána meg kell gyógyítani, de hogy meg nyilván karmikus dolgok is. De hogy alapvetően én abban hiszek, hogy mindenki képes az egészségre, és mindenkiben belül van ez a képesség, és mindenkinek van lehetősége és módja arra, hogy ezt kiaknázza, csak el kell kezdeni, de az tény, hogy ez munka.